És itt is van velem az Imitation formáció. Sziasztok! Sziasztok! Mielőtt rátérnénk magára a formációtokra, a klippet beszéljük át. Nagyon jó, de nagyon különleges körülmények között készült ez. Mondhatjuk azt, hogy ilyen távmunkában? Igen, és hát számunkra is szinte meglepetés volt ennek a klipnek az elkészülése, ugyanis teljesen véletlenszerűen alakult ez az egész. Januárban a Szóló Duó Táncfesztiválon találkoztunk két lengyel táncossal, Igaz Csepanszkával és Natalia Jarominnal, akiknek az előadása már ott nagyon lenyűgözött bennünket. És ezután elkezdtünk csetelni, megírtuk, hogy nagyon tetszik, amit csinálnak, és ők meg meghallgatták az albumunkat, ami szintén nagyon tetszett nekik, úgyhogy elkezdtünk egy esetleges együttműködésről beszélgetni. A terv az volt, mivel nehéz lett volna földrajzilag és időben hirtelen megoldani ezt a kooperációt, hogy egy videót, egy táncvideót készítenek nekünk a februári Melancholy Pageant című eseményünkre, amit mi ott élő zenére levetítünk. És nagy meglepetésünkre nem csak egy táncvideó, hanem egy full klip készült el, és ez lett az. És még milyen jó klip lett, nagyon jól táncolnak a lányok. Mi a dal mondani valója? Ez egy érdekes szerepdal, egy olyan speciális helyzetben van az éneklő, hogy ő obszesszívan, mániákusan, rögeszmésen szerelmes valakibe. Így rá van fókuszálva valakire. Aki ezt nem viszonozza. Aki ezt nyilván nem viszonozza. És érdekelt minket ennek az egésznek a romantikája, meg ennek van egyfajta lelke. Tehát egy annyira elmagányosodott világban tudunk néha élni, meg azért ismerünk a környezetünkből sok olyan embert, aki... Ki átéltetek ilyet? Azt szerintem igen. Igen. Találkoztunk igen. Ilyesmivel. De Zsanette azért egészen közelről is éltél meg ilyet egyébként, meg tőlem se volt ez néha annyira messze. De minden esetre azt a lelket akartuk csak egy pillanatra megmutatni, hogy mennyire könnyen dőlünk be ezeknek a virtuális identitásoknak, és hogy milyen elveszettsége van ennek a világnak. És ezt próbáltuk úgy lélekkel feltölteni ebbe a számba, és ez az, ami a központi üzenete volt ennek a dolognak. 11 éve alkottok egy párt, viszont csak 4 éve van a formáció. Miért csak 4 éve van? Meg egyáltalán hogyan tudtok együtt dolgozni? Mert azért 11 év nagyon hosszú idő, nincs egyszer-kétszer ilyen vita? Dehogy nem. Szerintem az kell is, hogy legyen. Hát ugye egy albumon vagyunk túl. Azt gondolom, most már egyre jobban kezeljük a helyzeteket, de az biztos, hogy az elején nagyon sok konfliktust okozott a közös munka.
tehát minden egyes számnak, minden egyes hangján, minden egyes reverbön, keverés során össze tudunk veszni, ha arról van szó. De hát mindez előre viszi a dolgokat végső soron, úgyhogy azt gondolom, hogy megéri. Hát aki ismer minket, az tudja, hogy ilyen nagyon konfrontatív emberek vagyunk mind a ketten. Én őszintén megmondom, hogy nagyon, nagyon féltem, amikor ezt elkezdtük csinálni együtt. Mert hogyha itt valami alapvető, valami a mélyáramokban nem működik, az azért abban azért nagyon nehéz visszatérni. Még akkor is, hogyha nyilván azt mondtuk volna, hogy na jó, ez nem működött, de egyébként még mi ettől működhetünk, de azért nehéz lett volna oda visszatalálni. És mindeközben, hogy az ember rettetesen félti a nagy szerelmét, meg ezt az egész viszonyt, közben a zenébe pedig kérlelhetetlenek akartunk lenni, azért választottuk azt, hogy együtt dolgozunk, mert mind a kettőnk nagyon kérlelhetetlen abban, amit csinál, meg kompromisszummentes. De hogy jött el a pont akkor, hogy azt mondjátok, no, hogy na, akkor most az Imitation az most beindul, és gyártjuk a jobbnál jobb zenéket? Hát én úgy alapvetően jazzénekes nőként indultam a pályán, nagyon sok fantasztikus zenésszel játszottam együtt sok éven át, 10 éve, nem is tudom, különböző formációim voltak, de régóta kerestem azt a formációt, akivel igazán a saját zenémet tudom megcsinálni, tényleg társszerzőként azokról a dolgokról énekelni, amikről én szeretnék, és saját zenéket írni. És bármennyire fantasztikus zenészekkel dolgoztam együtt, nem sikerült ezt soha tökéletesen eltalálni. És így a sok-sok keresgélés után jött ez az ötlet, hogy próbáljuk ki, hogy mi van, ha együtt csinálunk valamit. Mit szeretnétek leginkább megvalósítani? Hát igazából van ez a... Van egy ilyen világa ennek az Imitation dolognak, meg van egy ilyen mondani való beli világa is, és ez az egész indie-tronika, konceptronika, art-elektró dolog hozzá kapcsolatban az összművészetiséggel, meg a filozófiával, ez egy ilyen nagyon, nagyon bennünk élő dolog. Amit szeretnénk, az az, hogy ennek legyen Magyarországon egy szubkultúrája, jussunk el minél több emberhez, nem csak itt van, hanem külföldön is, és azok az emberek, akik nem hallottak ilyen típusú zenét, akkor amikor először belefutnak ebbe a zenébe, akkor az a fajta aha élmény az legyen meg. Én is abszolút azt éreztem, hogy ez nem egy magyar zenekar. Valahogy stílusában is nagyon jó az angol kiejtésed, tényleg nagyon-nagyon jó. Ez a dal, ez már a második lemezeteken lesz rajta. Nem, az elsőn volt. Hogyan álltok? Viszont most dolgoztok a második lemezen. Hogyan álltok vele? Tehát ez az első albumom volt egy rövidebb formában ez a dal, és most ehhez az együttműködéshez egy hosszabb verziót készítettünk belőle. Ez így alakult. A második album ugye készül most, nagyjából a számoknak ugye fele van készen, és sok van félkész állapotban, úgyhogy abszolút benne vagyunk a zeneszerzésnek a sűrűjében, hogy így mondjam. És izgalmas lesz. És ezekben a nehéz időkben, amikben most egy picit vagyunk, ilyenkor azért mint zenész is ez egy tök érdekes helyzet, mert ugye amikor dolgozunk egy albumon, ez egy picit olyan helyzet, mint egy karantén, tehát benn vagy nagyon egy világban, és abból építkezel, és ez nagyon jó helyekre, meg nagyon mély pillanatokra tud téged vinni. Úgyhogy én mindenkinek javaslom, aki most erre a helyzetre kényszerült, hogy keresse meg ezt a mélységet, és keresse meg azt a flow-t, ami egy ilyen elmélyült munkával jár, mert csodálatos pillanatok születnek belőle, és az Igaz Csepánszkával, meg a Natalia Jarominnal is úgy hoztunk össze egy dolgot, hogy nem is nem voltak itt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon várjuk akkor a második lemezt.